A remény az idei témája a Duna-Artkom nemzetközi művésztelepnek Somorján. A képzőművészeti szimpóziumra 6 országból érkeztek művészek azért, hogy egymást inspirálva 10 nap alatt valami maradandót és különlegeset alkossanak, ugyanakkor inspiratív tapasztalatokkal távozzanak. Varga Mihály Sepsi Szentgyörgyről először vesz részt a felvidéki művésztelepen. Az idei remény tematikára fatörzsekből készíti sorozatait úgy, hogy a külső részét meghagyja, hogy a természet megalkotta, a belsőt pedig láncfűrésszel kiüresíti. Azt mondja, eredményesen dolgozik a magával ragadó közegben. Tetszik nagyon a téma, nagyon inspiratív, nagyon a remény, hát ennél szebb szó nincs a magyarban szerintem. Nagyon jó dolog, nagyon nagy szükségünk van reményre. Én például nem szeretem azt a mondást, hogy a remény hal meg utoljára. Szerintem a remény sose hal meg, csak szeretünk ilyen jópofa dolgokat mondani. Ez a tábor is egy élő példája annak, hogy van remény, lehet dolgozni, össze tudjuk az energiákat adni, és gyönyörű dolgokat lehet kreálni. A Somorjai Nemzetközi Művésztelepet 14. alkalommal szervezték meg. A cél az volt, hogy az aktív, a szakmában jelenlévő művészeket összehívják egy közös platformra és alkotásra. Így közöttük hasznos eszmecserék is kialakulhatnak. Az idősebb művészek mellé is igyekszünk fiatal, feltörekvő alkotókat is meghívni, ösztöndíjasokat, akik abszolút jelen vannak a szakmában, és ugye itt ilyen találkozások alkalmával megismerjük egymás munkamódszerét, gondolkodásmódját, de szinte a nap 24 órájában művészetről beszélgetünk, és hát nagyon barátságos légkörben, családias közegben érezhetik magukat az alkotók. A művésztelep ideje alatt az alkotási folyamat mellett a képzőművészek megismerik a felvidéki régiót, és zenei produkciókon is részt vesznek. A távolról érkező képzőművészek szerint ezért az élményért érdemes több száz kilométert utazni. 5 éve volt, amit utoljára, de úgy érzem, semmi nem változott. Ez a szimpózium kiváló, köszönhetően a Mayer családnak, akik mindent megtesznek ezért. És talán amiatt is, mert kitűnően válogatják össze az alkotókat, plusz csodálatos környezetben vagyunk. Nem csak arról szól, hogy készítünk valamit, hanem számos új módszert tudunk kipróbálni, amit aztán a műtermünkben is alkalmazunk, mondja a cseh képzőművész. A szervezők minden évben olyan alkotókat hívnak meg, akiknek az életútjához kapcsolódhat az adott téma. Ugyanakkor vannak visszatérő művészeik, és olyanok is, akik most járnak először Somorján. Egy színész az mindig társaságban van, úgyhogy hazamegy pihenni. Nálunk ez pont fordítva van, mert ugye mindenki otthon a magányában dolgozik, majd kiállítja a munkáit. A művésztelep pedig az a hely, ahol találkozásokat lehet ugye létrehozni, hogy a szakmai társakkal meg tudjuk beszélni, hogy ki mivel foglalkozik, mi érdekli őket a művészeten belül. És tegnap volt is egy prezentáció, és akkor röviden mindenki bemutatta egymásnak a munkáit, mert azért nagy részét a társaságnak én is most ismertem meg. A művészeti alkotások elkészítésére 10 nap áll a képzőművészek rendelkezésére, ezért a témát előre megadják a szervezők, hogy arra megfelelően fel lehessen készülni. Nyilván itt mindenki profi, a szakmájában nagyon jártas művész, úgyhogy ilyen értelemben is nagyon produktívak, és 10 nap folyamán szerintem nagyon jó minőségű, vállalható alkotások készülnek el. És ami még nagyon fontos, hogy ugye gyűjteményt alapítottunk 2011-ben, úgyhogy az itt hagyott munkák valójában be vannak mutatva aztán későbbi kiállításokon is. A Somorjai Művésztelepen készült alkotások szerepeltek már a Pozsonyi Magyar Intézetben, a Műcsarnokban vagy a Szentendrei Mangalériában is. A szervezők célja, hogy az idei remény témára készült műveket is minél több helyszínen bemutassák a közönségnek.